Nem könnyű a damérra megkötni a stabil csomót, de ez egy karkötő alapja. Közel 30 kézpár fűzte a gyöngykarkötőket az európai méhnyakrák megelőzési héten. A humán papilloma vírus elleni védekezés szimbóluma a rózsaszín gyöngy, és a 2023-as év mottója is a gyöngyőrzők. Gyöngyőrző mindenki, aki foglalkozik a méhnyakrákkal, a prevencióval, elmegy szűrésre, és aki továbbadja a HPV megelőzés üzenetét. A karkötőket idén a Nyíregyházi Pszichotikus Egyesület készítette. Két tagunk is érintett ebbe a betegségbe. Ugyan erről nagyon nehéz beszélni, mert még mindig vannak sztereotípiák, hogyha valakit megműtenek, az már nem nő. És a másik pedig az, hogy elég nehezen lehet ebből nem csak testileg, hanem lelkileg felépülni. Úgyhogy itt lehetőséget biztosítunk, hogy egymás között beszélgessünk erről, és ez az alkalom szerintem nagyon-nagyon jó volt azzal kapcsolatban is, hogy felhívjuk a szűrés fontosságára a figyelmet, és reméljük, hogy jövőben is még lesznek hasonló nyílt napok, meg előadások, mert ebből mindenki csak profitálni tud. Nem létezik olyan, hogy belefáradtam, nem megy, csak olyan létezik, hogy elfáradtam, pihenek egy kicsit, de folytatom. Egy azon pozitív üzenetek közül, amelyeket a karkötőkhöz kötöttek. Ezek kicsi színes kártyák, virágos rózsaszín felirattal, az üzenetek tartalma pedig megint csak azt sugallják, hogy bízzanak magukban, bízzanak az életben, nincsenek egyedül, és hogy meg lehet gyógyulni ebből a betegségből, hogyha valakinek a lelki töltetre van szüksége, és ezt kibontja, felteszi a csuklójára és elolvassa, akkor reménykedünk, hogy ezzel is tudjuk egy picit motiválni az életbe vetett hitre. A közös erővel megfűzött karkötőket egy díszdobozba elhelyezve adják majd át a Józsa András Oktató Kórházban nőgyógyászati műtétet végző osztályok vezető orvosainak, akik továbbítják azokat az érintetteknek.